Egy új népesség előreszámítási elemzés alapján folytatódik, sőt, nagy mértékben erősödik a lakosság számának csökkenése Magyarországon. Az alapmodell szerint szűk 40 év múlva 8,4 millióra csökken majd a lélekszám. Ennek a feltételezésnek van egy negatív és egy pozitív változata is, mondta el megkeresésünkre Tagai Gergely, az előreszámítás készítője. Az MTA tudományos munkatársa kiemelte, akár 8 millió óra is csökkenhet Magyarország népessége az 50-es évekre, az elemzés szerinti legjobb esetben pedig épp hogy meghaladja majd a 9 millióta népesség. A szakember több régi adatot felhasználva készítette el az előreszámításokat. Próbáltunk minél szélesebb körű visszatekintést elvégezni. Országos szinten egészen a 60-as évek tendenciáiból kiindulva néztük meg, hogy most hogyan alakulnak a születési és halálozási számok. A vándorlási adatok tekintetében pedig a 90-es évek elejéig tudtunk visszatekinteni, de nem csak ezekre a múltbeli tendenciákra alapoztuk az előreszámítási modelleknek a hipotéziseit, hanem más népesség előreszámítási modelleknek a hipotézis rendszerét is megvizsgáltuk. Szakirodalmi feltárással néztük meg, hogy milyen lehetséges változók és tendenciák rajzolhatók ki a jövőben a népesedési viszonyokra, és ez alapján állítottunk fel egy saját modellt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az utóbbi években kedvező változások történtek a lakosság számát tekintve. Élénkült az élveszületések száma, és javulóban van a halálozási statisztika is. Növekedett a népesség, ez térségünkön kívül jelenleg csak a fővárosban és Győr-Moson-Sopron megyében jellemző. A népesség a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a 2000-es évek elején 570 ezer körül alakult. Ez jelenleg 562 ezer főre esett vissza, ez a 2015. január 1-i népesség, és ez, ha az előző évhez viszonyítom, akkor 1000 fős többletet jelent. Az ország népessége az 9.856 ezer, ugye a 2000-es évek elején ez még 10 millió fölött volt. Országosan jóval nagyobb ütemű a fogyás, mint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ha az egy év alatti fogyást viszonyítjuk országosan, az is több mint 20 ezer főt jelent. A férfi-nő arány országosan és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is nő többletet mutat. Az 1000 férfira jutó nők száma a megyében 1076, míg országosan 1100 körül van ez a szám. Ezzel szemben Tagai Gergely elemzése szerint a mostani statisztika változhat majd, ugyanis a férfiak túlélési esélyeinek intenzív javulása már a 2000-es évek elején elkezdődött, valamint a jelenleg magasabb népességszámú idősebb női réteg között várhatóan többen fognak majd elhalálozni, közölte a szakember. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a női átlagéletkor 78,5 év, a férfiak átlagosan 70,6 évig élnek. Ez az adat nők esetében fél évvel, férfiak esetében pedig 2 évvel alacsonyabb az országos átlagnál.